Üdvözlök mindenkit itt a Csepeli Sportközpontban. Itt vagyunk a Cseh hónapon, amit idén is megrendeztek. A minden osztálynak főznie kell egy nemzeti ételt. Itt vagyok Kis Károly tanár úrral. Kedves tanár úr, mit jelent a Cseh hónap? Cseh hónap egy régebbi kirándulásunknak a helyszínére utal, ugyanis amikor még elkezdtük ezeket a programokat szervezni, egy Horány nevezetű településbe tartottunk, ahol a hajóval érkeztünk meg, és ott tartottuk meg a sportversenyeket és a szakácsversenyt, viszont a horányi kikötőt elbontották, úgyhogy új helyszínt kellett keresnünk, így találtuk meg a Csepeli Szabadidőközpontot. A kettőnek az összevonásából született meg a Cseh hónap, amit nagy valószínűség szerint a jövőben is már Csepelen fogunk megrendezni. Szeretettel köszöntöm iskolán kettő volt diákját. Azt szeretném kérdezni, hogy miért szeretitek a Cseh hónapot? Hát természetesen az étel miatt, hát mi másért. Jó, mondjuk mi annól, mivel médiások voltunk, ezért mi a forgatás miatt is szerettük. De az ételek miatt mindenképpen. Most se reggeliztem, tehát teljesen felkészültem. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és azt szeretném kérdezni, hogy mit gondolt a mai közönségről? Nem értettem, mond? Mit gondolt a mai közönségről? Tök jó volt. Ez egy furcsa szituáció, mert ilyen koncertet ilyen délben, és mondjuk színpad nélkül meg ilyen dolgot nagyon elején csináltunk. Tehát ugye nagyon a 90-es évek, mivel ez a zenekar 90-ben alakult, tehát ti akkor még nagyon nem. És hát akkor csináltunk egy-két ilyen koncert, és most visszatöltök azok a régi élmények, amikor ilyen strandokon, meg ilyen helyeken játszottunk fiatalok, meg iskolákban. Úgyhogy én tök jól éreztem magam, de szerintem látszott rajtunk, hogy jól érezzük magunkat, nem? Persze látszott. És mi okoz a legnagyobb örömet önnek a zenélésben, így az egészben? Hát ez egy nagyon összetett dolog. Egyébként azt gondolhatnánk, hogy azt a kérdést, amit feltettél, az egy nagyon általános és nagyon szimpla kérdés, de nem. Ez egy elég bonyolult kérdés. Hogy valójában az embernek mi okozza a legnagyobb örömet? Na, hát akkor kezdjük el, mondjuk megírunk egy dalt. Tegyük fel, mondjuk otthon ülök a szobámba. Írok egy dalt, előveszem az akusztikus gitáromat, írok egy dalt. Erre darabjuk, megírom én a szöveget, vagy megírja valaki más, utána elviszik a zenekarra, az elviszik próbára, megcsinálják ezt a dalt, és akkor ez a dal, ott benn van a zenekar, vagy bennünk van. Ezt elkezdjük játszani, és ezt csak ez a dal így elkezdik repülni, és akkor megérkezik mondjuk hozzátok, mondjuk ezen a napon, és akkor azt látod, hogy egy tök jó érzés az, hogy az embernek a gondolatai találkoznak a közönség gondolatával, és egyszerűen egyé válik az egész történet, és ilyenkor van ez egy ilyen baromira nagyon erős dolog, hogy egy dal hogy tud összefűzni nagyon, de nagyon sok embert, és ez nagyon nagy örömet tud okozni nektek is, meg nekünk is, és ez okozza nekem a legnagyobb örömet, én úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy válaszol. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ennyi volt idén a Cseh hónap, várunk titeket jövőre is!